Sziasztok! Nagyítás és árnyékolás technikák. Miről is szólnak ezek a filmek, és kinek lehet ez érdekes, kinek lehet hasznos? Ha most itt ülsz és nézed ezt a videót, akkor nagy valószínűséggel érdekel a rajzolás, sőt az is lehet, hogy már elkezdted a tanulást és eljutottál valameddig. Mindenkinek ajánlom ezeket a filmeket, akiket érdekel ez a téma, akik szeretnének többet kihozni a rajzaikból, szeretnének többet kihozni magukból. Ha szeretnél tovább lépni, akár a grafitceruzás rajzolásban, akár a színes technikák vonzanak, akár az élő modell alapján rajzolás érdekel, akkor ezekhez nagyon-nagyon hasznos, szinte nélkülözhetetlen az a fajta látásmód, az a nézőpontváltás, amit a nagyítás során lehet megtanulni. Ha már elvégeztél egy alaptanfolyamot, akár élőben, akár online módon, vagy láttad a Minden Tudás filmünket, akkor tudod azt, hogy mi az az öt szempont, az öt alapvető szempont, amit a megfigyelésnél alkalmazni kell, ha leszeretnél rajzolni egy témát. Ugye ez a vonalak megfigyelése, a formák megfigyelése, az arányok megfigyelése, a tónusok megfigyelése és az egész érzékelés. Ha ezt az ötöt tudod, akkor mindent le tudsz rajzolni egy az egybe fotóról. De mi van akkor, hogyha nagyítani kell? Mert például kezedbe akad egy réges-régi fotó a dédszüleid korából. Vagy szeretnél egy nagyon nagy méretű festményt elkészíteni, például egy falfestményt. Vagy számítógép vagy mobiltelefon képernyőjéről rajzolsz. Vagy mondjuk élő modell alapján, akár portrét, akár csendéletet, akár egy tájképet rajzolsz. Minden egyes ilyen esetben szükséges a nagyítás látásmódját alkalmazni. Most elárulom, hogy mi lényeg ennek. Az a lényege, hogy a formák egymáshoz viszonyított méretét, elhelyezkedését és arányát kell megfigyelni, és ezt mutatjuk meg ezekben a filmekben, hogy ezt hogyan kell megtenni. Ha ezt tudod, akkor bármilyen témát, bármilyen eszközzel le tudsz rajzolni, bármekkora méretben. Nézzünk bele, hogy milyen anyagokat tartalmaznak ezek a filmek. Az első filmben megmutatjuk a nagyítás módszereit, háromfajta módszert is mutatunk arra, hogy hogyan lehet nagyítani. A következő kis filmben azt mutatjuk meg, hogy milyen módon kell beállítani a nyomtatáshoz a referencia fotódat, hogyha arról nagyítani szeretnél. A következő három filmben egy portré rajz elkészültét követheted nyomon, természetesen nagyítással, a vonalas rajz elkészítésétől egészen a végéig, a tónusozás befejezéséig. Ha ezeket a filmeket megnézed, akkor garantáltan megtanulod a nagyítás módszerét, szemléletmódját, és azt, hogy mire kell figyelni rajzolás közben. A filmcsomag második része az a tónus technikákról szól. Öt különböző árnyékolás technikát is megmutatunk, és miért jó az, hogyha többet ismersz? Hiszen egyel már szinte bármit meg lehet rajzolni. Azért, mert sokkal több lehetőséged lesz, és sokkal látványosabb rajzokat tudsz elkészíteni, olyat, amire azt mondja a szemlő, hogy hú, de jól néz ki. Például a háttérben áll egy antik ruhásszekrény, aminek a felületét frottázsal és bevéséssel alakított ki. Az asztalon ott állnak üvegtárgyak, amiket összemosással rajzolsz meg. És az asztal mellett ott ül egy kalapos úriember, akit vonalkázással. És ha ezeket a különböző technikákat jól alkalmazod, akkor igazán ütős rajzokat tudsz majd készíteni. Megmutatjuk itt a három alapvető és fő tónus technikát, az elmosást, a satírozást és a vonalkázást, illetve két extra technikát is, a bevésést és a frottást. A másik előnye egyébként ezeknek a technikáknak, hogy fel tudod gyorsítani a rajzokat. Például a fatárgyak egy szekrény megrajzolásánál, hogyha csak a három fő technikával szeretnéd megrajzolni, akkor az sokkal hosszabb ideig tart, mint hogyha ismered és tudod és alkalmazod a frottás technikát, mert az a pillanatok alatt meg lehet például egy ilyen fatárgynak a felületét rajzolni. Nézzünk bele a filmekbe, hogy mit tartalmaz ez a csomag.
Az első filmben bemutatjuk a három legfontosabb vagy fő tónustechnikát, ugye az elmosást, a satírozást és a vonalkázást, hogy ezek hogyan működnek, hogyan kell megcsinálni őket. Utána van egy előadás arról, hogy a két extra technikát hogyan lehet alkalmazni, milyen módokon lehet alkalmazni a gyakorlatban, milyen témákhoz a leghatékonyabb az alkalmazásuk. Utána a következő két filmben megmutatjuk a technikáját ennek a két extrának, a flottásnak és a bevésésnek. Majd pedig következik három nagyobb filmsorozat, grafittal elkészített portrék, és mindegyik különböző árnyékolás technikával, tehát a három fővel satírozással, vonalas technikával és összemosás technikával. A három nagy filmben ezt a három portrét láthatod, ezeknek az elkészültét figyelheted meg. Az elejétől, a vonalas rajz elkészültétől a végéig az összemosásig. Ha szeretnéd tovább bővíteni a tudásodat, akkor nincs más hátra, mint hogy válassz a csomagjaink közül. Várunk a képernyő előtt szeretettel!